A rejtélyes cumi. Spot! Mondtam már, hogy a jó kutyák nem ugatnak éjszaka. Hát ez meg mi? Lehet, hogy halucinálok. Ez igazi. El sem tudom mondani, hogy milyen szörnyű éjszakám volt. Nem aludtam semmit, annyira féltem. Nem hiszem el. Gyémántragyogású cumi nem létezik. Ez lehetetlen. Főleg nem repülnek. Nem lehet, hogy csak álmodtad? Nem, nem lehet. Láttam, hogy kirepül az ablakon. Úgy, ahogy így volt, Spot. Ez nekem így nagyon gyanús. Gyerünk, Spot, mondd meg, hova tetted a gyémánt cumit? Nem Spot volt. Dotti igazat mond. A fantasy. Nagyon gyanús. Ők tudnak valamit? Persze, hogy tudunk. Azt, hogy Dotti találkozott a rejtélyes gyémánt cumival. Ne ugye? Mondtam, hogy nem hazudok. A legenda szerint a gyémánt cumi életre kell. Méghozzá 100 évente. Egy nagyon szemtelen szellem él benne. És csak a maffinok tudják megállítani. Egy kísértet járt a cumi? Ijesztően hangzik. Megyek és csinálok egy csomó muffint. Lányok, nem kell megijedni. Mert ez egy rejtély. De az ügyes nyomozó Kemi a végére jár. Ha a szellem visszatér, mind itt leszünk együtt. És minket senki sem győz le. Én még mindig nem hiszek el egyetlen szót sem. Szellemek nem léteznek. És be is bizonyítom ezzel a jelmezzel. Hé, ne aludj már, te örök hétalvó! Csináltam néhány cumis üveget és muffint, ami majd megvéd minket. Köszi, Koni! Lányok, ezt nem enni hoztam, hanem a szellem ellen. És annyira finom, hogy már nem is félek. Mögöttem van, ugye? Segítség! Jaj, ne azt hiszem, nem fél a muffintot! ez finom lehet! Nekem egyre inkább úgy tűnik, hogy ez a szellem nem fél a muffinoktól. Elhitték a szellemmesét. És mi megesszük az összes muffint. Nagyot nézett Dotti, amikor meglátta a gyémántcumit. Aha, így már mindent értek. Tehát ezek a szellemek Koni sütijét akarták. Na, ezt visszakapjátok. Megyek a következő adagért. Hozz nekem egy epreset is. És nekem egy csokisat. Most! Itt vannak a muffinok, ti sunyi szellemek. Jaj, ne! Ne! Ne már! Ne! Ne! Au! Au! Tényleg legyőztek a muffinok. A legenda igaz. Meg tudsz nekem bocsátani? Ez csak vicc volt. Nézd, neked ajándékozom a gyémántcumit. Köszönöm! Azért nagyon szórakoztató volt. Imádom az ilyen rejtélyeket. Muffint valaki? Nézzétek a kék könnyet!
A különleges fagyi. Ah, ez már túl meleg. Próbáljátok ki, nagyon hűsítő. Mi nem sülünk meg? A felhőn nagyon kellemes az idő. Van egy ötletem, hogy hűljetek le. Gyorsan vagy, mert úgy érzem, mindjárt meggyulladok. Wow, jégkrém lett a sütimből. A babakocsim, ne! Ez nem fog ízleni. Fúj, a jégkrémei nagyon furcsák. Mi a Fantasy hegyen mindenből csinálunk jégkrémet. És nagyon szeretjük. Nézzétek, az enyém finom. Tényleg finom, de valószínűleg csak azért, mert süti íze van. Igen, jobb, mint azok a fura fagyasztott dolgok. Akkor keverjük össze a ti fagyasztott dolgaitokat az én sütimmel. Csináltam egy csomót. Szerintem, ha ezekkel a dolgokkal összekeverjük, bármiből csinálhatunk fagyit. Jó ötlet! Kalap és eperfagyi, kaperfagyi, csoki fagy és cumisüveg, csokmisüveg fagyi, lufi és vanília fagyi, lufnilla fagyi. Nagyon eredeti az íze. És azonnal felfrissít. Fantasy fagyira fogom hívni. Gyerünk! Elkészítitek a fagyikat, mi pedig körbe visszük. Kérlek, hozzatok egyet az én házamba is. Nekem is. És nekem is. Hogy fogok tudni ennyit kiszállítani? Van egy meglepetésem, Koni. Oké, megnézheted. Változtattam néhány dolgot a kocsidon. Így szuper fagyis autó lett. Igen, fagyi, szuper gyorsan. Szuper, köszi! Nagyon vicces jégkrémet csinálni. Fagyi, finom fagyi! Kérek szépen egyet. Lássuk, milyen íze van a dobos fagyinak? Én pedig csinálok egy fagyit. Ezzel. Ez vicces. Fagyi. Megyek snowboardozni. Na, akkor végre kész vagyok. Én nem ilyet kértem. Kaphatok egy másikat? Egy vanitromit kérek. Melegem van. Koni, mikor lesz kész a fagyim? Hello, lányok. Nagyon kellene egy. Mi történt itt? Kifagytunk a dolgokból. Nézzétek, a frisbee az utolsó. Ne szaladj el! Kell a frisbee! A lányok kérnek még fagyit! Add nekem ide! Jól vagy! Mi baj, Koni? Szerintem az a baj, hogy túl sok fagyit kértünk tőle. Ami olyan jó volt hozzánk. Meg kell hálálnunk neki. Készítsünk egy meglepetést. Segítetek? Itt vannak a kedvenc dolgaink. Csináljunk Koninak belőle egy óriási fantasy fagyit. Wow! Micsoda színek! Koni! Ez a tiéd, mert nagyon jó barát vagy. De hiszen ez a legfinomabb fagyi a világon. Magic Cheers! Ez egy önkiszolgáló fagyistán! Eddig ez úgy nem jutott eszembe. Még mindig szeretem ezt az ízt. A Halloween-i rejtély.
Kész! És most a tök. Balra. Kicsit jobbra. Balra. Jobbra. Már szédülök miattatok. Most balra? Vagy jobbra? Döntsétek már el! Ne aggódj, segítünk. Figyelj, menj jobbra, de csak egy kicsit. Wow, hát vele meg mi történt? Egy szörny! Most jó helyen vagyok? Ez a jó irány? Így el fogom találni? Ebből egyetlen szót sem értek. Olyan a hangod, mint egy megfázott elefántnak. Ó, azt hiszem nem érzem valami jól magam. Most meg mi történt? Gyere, Spock! A Halloween party nem soká kezdődik! Ez egy szörnytök! Egy kicsit lassabban. Így az egészből nem értek semmit. Á, már értem. Ő itt, Pony! Mi történt? Ez rád szorult? Ez így biztos nem fog lejönni. Menjünk el a partira, és kérjünk segítséget. Nézd a jó oldalát. A tök a legjobb halloweeni elmez a világon. Ha én lennék a helyedben, le se venném holnapig. Segítség, a szörny visszajött! Ez nem egy szörny. Dotti, ha megfogod egy szörny kezét, előfordul, hogy megharap. Azt hiszem, hogy ezt egy picit eltúloztad. Most meg hova szaladtok? Ön nem egy szörny. Nézzétek, a szörny sír. De mióta sírnak a szörnyek? Lehet, hogy ő így, Bonnie. Én egész végig ezt mondtam. A feje beszorult a tökbe. Ó, sajnálom, hogy szörnyek neveztelek. De most segítek neked. De ne ezzel, ez nagyon fájna neki. Mi lenne, ha megennénk a tököt? Nyers tök. Fúj, ez undi. Közösen kell kiszabadítanunk. Yeah! Háromra húzzuk. Egy, kettő, három. Húzzuk le megint! Jó! Végre szabadon! Magic Gear!
tehetségkutató verseny. Köszöntelek az első Crybabies tehetségkutatón, a nagy Crybabies versenyen. Na, ki viszi haza a trófeát? Gyerünk, lányok, a műsor elindult, mindenki készülődjön. Abrakadabra, hókusz, pókusz. Jövök, jövök, utat a tehetségnek. Lala, most nem te jössz? Dotti következik. Nekem aztán tényleg nem gond, kicsit sem izgulok. Kezdődhet a verseny! Ebben az évben a szuper zsűri tagok a következők! A mindig barátságos Kéti! A határozott Fancy! És Lady O, aki félig mindig alszik. Lássuk az első versenyző! Én jövök! Nem! Dotti jön! Szerintem menjen, Nala! Nekem nem gond, nyugodtan menj, ha akarsz. Tessék! Áj, áj! Nem, én kezdve! Én! Bocsi, lányok, de már mindenki az én produkciómra kíváncsi. Állj meg, Nala! Nem te jössz! Gyere már vissza! Jól figyeljetek, mert még sosem hallottatok ilyet ezelőtt. Az életben. Köszönjük, Nala! Remek volt! Ilyen produkciót azelőtt még tényleg nem hallottunk. Tudok másokat is. A következő! Lea, te jössz! Köszi, Dotti! Majd visszajön? Folytassuk a sót! Fedezzük fel a tehetségeket! Én jövök! Nem te vagy a következő! Ez nagyon izgalmas! Csípős süti! Na, ez aztán tényleg nem mindennapi. Nézzetek meg engem! Nem áll! Ki lesz a következő? Nektek varázslat kell. Abrakadabra! Tűnj el, labda! Abrakadabra! Nyugi, meg vagyok! És most eltűnik! A labda végül is eltűnt. És legvégül az utolsó előadás. Kikérek kisepres sütit. Kérlek, menjetek lasszinkatról. Ez csodálatos. Folytatják. Nincs tovább. Feladom. Van még itt versenyző valahol? Nos, ha nincs más, akkor a díjat nyerte! I know that we'll be friends forever. Come, take my hand through the stormy weather. Wherever you go, erre nem számítottam. Tűnik megvan az igazi győztes! Micsoda meglepetés! Ezek olyan megható pillanatok! Szuper vagy, Dotti! Szuper vagy, Dotti! Wow! Bravo! Crybabies, Crybabies Magic Tears.
A szuper locsoló! Ó, még nem érkezett meg. Alig várom, hogy megjöjjön. Már itt kellene lennie. Látni fogod, ez a legjobb dolog a világon. Yeah! Itt van, megvan! Már annyira, de annyira vártam. Már olyan izgatott voltam. Milyen? Hogy mi jött? Egy szuper háromrészes locsoló robot. Wow, de hogyan működik? Ezzel fogom locsolni, hogy mindig szép legyen a kertem. Ha-ha, ez milyen aranyos! De mik ezek a rajzok? Nézzük csak! Használati utasításnak tűnik, de nem értek belőle egy kukat sem. Én sem. Szerintem Nala és Lea tudnak segíteni nekünk. Gyerünk, nézzük meg! Menjetek, én itt maradok Ladyvel! Ne nyújj hozzá! Tudom jól, hogy milyen vagy. Oké. Eltöltem Kitty locsoló robotját. Talán, ha így hagyom, nem fogja észrevenni, hogy eltört. Látod, mi csináltál? A locsoló robotom. Koni, te voltál? Csak egy kicsit megkopintottam. Annyira sajnálom, ne haragudj. Ez az egész, ami történt, egyedül csak az én hibám. Nos, meg kell javítani. Figyeljétek! Au! Segítség, a locsoló robot megőrült! Visszakapott! Hú, remek, enyém az aranycumi! Oh. Enyém az aranycumi! Valaki állítsa meg! Au, szerintem is! Nagyon sajnálom! Kész! Vége! Nem bírom tovább! Én voltam! Én töltem el a locsoló robotot! Hogy? Sajnálom, Kitty! Sajnálom, Koni! Nem tudom, miért hazudtam. Igazán sajnálom. Elmondhatod nekem a dolgokat. Tudod, hogy nem haragszom. Igen, bátor vagy, hogy elmondtad. És biztos, hogy nem volt szándékos. És mindenkit megmentettél. És hihetetlen nagy ugrás volt. Akkor nem vagytok rám mérgesek? Persze, hogy nem. Ez csak egy szuper locsoló robot. Egy szuper 3000-es. Asta, ezt nézd! Juppi! Figyelj csak ide! Ez nincs is eltörve. Véletlenül a robotszökőkutat rendeltem, és nem a locsoló. Úgy látszik, nem figyeltem el eléggé. Hey, lányok! Megígérem, hogy soha többet nem nyúlok a gombokhoz. Ez a legszebb kert a világon. De szuper! Lala,
a varázspálcája? 1, 2, 3, 4, 5. Aki bújt, aki nem, megyek. Merre vagy? Lássuk csak, itt. Vagy itt. Vagy ott. Meg vagy! Gyere vissza, Liza, megtaláltalak. Nem tudsz újra elbújni. Ne csaj! Liza, merre vagy? Liza! Wow, de szuper! Au! Ez milyen könyv? Fantasy világ? Nem nyílik! Liza! Wow! Nézd, mit találtam! Egy pálca! Mi a baj? Ez tényleg egy szuper pálca. Jobb, mint bármi. Liza, mi történt veled? Wow! Ez tényleg varázsol. Próbáljuk ki! Elosztjuk ketten a sütit? Oké, egy neked, egy nekem. De te megetted az enyémet. Nem, nem én, te tedd meg. Hazudsz, kérem a tortámat. Nem hazudok. Ssss. Én nyertem. Ez lehetetlen. Ez a bábú nem is ott volt. Szerintem te most csaltál. Csalónak nevezel engem? Nem játszok veled. Fuss, hozd a labdát, Spot. Gyerünk, még egyszer! Hihihi, vicces vagy, Spot. Nézd meg, mit csináltál. Figyelj, én rájöttem. Most már mindent értünk. Ő a bűnös. Tudom, hogy miattad nem kaptam sütit. Bocsánat, nem szándékosan csináltam. Szerintetek nem vicces? Csak neked vicces. Így van. Nem vicces, hogy miattad elveszítettem a partit. Vagy hogy Spotot dobálom sütivel. Én megyek. Én is. Kérlek, ne menjetek el. Ez csak egy játék volt. Van egy varázspálcám. Nézzétek! Megvan. Bízz bennem, Liza. Itt vagyok. Kérlek, ne haragudjatok. Csak szerettem volna kipróbálni a varázspálcám. Mi pedig rosszul éreztük magunkat, hogy megharagudtunk rád. Pedig tudjuk, hogy jó szívű vagy. Wow, egy torta! Yeah! Egy óriás saptábla! Ez szuper! Köszi, Lala! Nagyon viccesen száll! Vágy, megmutatom, hogy még mit tudok a varázspálcámmal. Ha? De hol van Liza? Látta valaki Lizát? Liza! Merre vagy?
tökéletes buborék. Imádom a buborékokat. De jó lenne egy óriási buborék. Egy nagyon nagy, ami úgy pukadna szét, mintha esne. Ha olyan nagy lenne, hogy lehetne rajta lovagolni, mint egy póni. Ó, ezek nagyon, de nagyon kicsik, és lehetetlen őket elkapni. Van egy szuper ötletem! Készítsük el a tökéletes buborékot! A buborék készítés nagyon bonyolult, de ezzel a recepttel elkészíthetjük a tökéletes buborékot. Szükségünk van vízre és szappanra, és egy buborék készítő masinára, a 3000 pluszra. Micsoda találmány! Ez hatalmas! És nagyon szép színes, gyönyörű! Először szappanos vízre van szükségünk. Én teszek hozzá egy kis festéket. Így szép színes buborékaink lesznek. Én parfümöt öntök bele, hogy illetős legyen a buborék. Én pedig teszek hozzá egy kis epertortát, tejszínhabbal, hogy finom legyen. Blah. Nem esszük meg a buborékokat! Ne, semmit ne adjunk már hozzá! Kövessük inkább az eredeti receptet! Szuper! Eddig jó! Kész a folyadék! Most mindenki fújjon! Ha? Lady! Mindenki! Te is! Rendben! Te vagy a főnök! Figyelem, lányok! Nagy levegő! És egy! És kettő! És három! Fújj! Erősebben! Szuper! Jól csináljátok! Állatták, készen álltok! Ezek a buborékok tényleg nagyok, de könnyen és gyorsan kipukkadnak. Szerintem ez így nem fog működni. De miért nem jó? Tudom! Kell még szappan! Yeah! Több szappan, több szappan, több szappan! Hé, szerintem ez túl sok lesz. Nem lesz túl sok, csak figyeld meg! Most senki sem mozduljon a helyéről, mert ez így nagyon veszélyes. Mivel az előbb sok szappant tettetek bele, nem tudjuk, hogy mi fog történni. Mit csináltok itt? Menjetek vissza a helyetekre! Nézd! Nézni? Mit? Segítség! Ez a buborék törhetetlen. Túl sok lett a szappan! Mondtam, hogy kövessétek a receptet! Nektek minden csak játék! Nézzétek meg, hogy mi lett belőle! Persze, hogy játék! Emlékeztek, hogy szétdurrantak a buborékok? Ha? Játszunk! Már Missy kiszabadítunk! Bocsia, hogy ilyen mérges voltam, de csináltunk egy óriási buborékot! Igen, és még ugrálhattunk is egy kicsit a tetején. Magic Tears! Wow! Milyen szuper! Micsoda színek! Világ felfedezése. Ó,
Ó, ezt majdnem elkaptam. Igen, igen, majdnem. Ó, figyelj, megadobás, kapd el. Ne neves. Nem én voltam. Most visszakapod. Ó, ő kicsoda. Látjátok, milyen szép a ruhája? És tollas fejdísze is van. Hagyjátok őt! A Fantasy hegyről jött. Hogy mi? Olvastam róluk egy képlegénybe. Nézzétek, mindent tudok a Fantasy hegyről. Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Tényleg fantasztikus vagy. Ha? Au! Szegény! Gyerünk, vigyük el őt az én házamba. Most már elég. Fogadd el végre. Nem repülsz. Hé, most tanulom. De nagyon jól tudom megállítani az időt. Állj meg idő. Megállítani az időt? Nagyon menő. Ez a menő. ez finom. Gyerünk, meg kell találnunk Fellit. Ébredezik. Hol vagyok? A völgyben, de te mégis ki vagy? Felli vagyok. És te honnan jöttél? Én a Fantasy hegyről jöttem, vagyis teleportáltam. Ó, szegény, tényleg beütötte a fejét. Csak képzelődik. Nem, higgy neki! Ő egy Fantasy. Mi a mágikus varázserőd? Tudsz repülni? Vagy eltűnni? Tényleg a felhőkön siklasz? Itt van. Megnyugodhatsz. Gyere, induljunk. Wow! Ne, várj, Feli! Hogyan jutunk el Fantasy hegyre? A teleportálón keresztül. Keres egy cívformát, de nem lesz mindig egyértelmű. Tapsolj hármat, tedd a kezed a fejedre, majd a derekadra. Ugorj előre és hátra. Minél gyorsabban mozogsz, annál könnyebben nyílik meg a kapu. Ezután kiabáld be, hogy tűzkapu, buborékszökőkút, vigyél át Fantasy hegyhez. Mégis igaz. Most már elhiszitek nekem? Menjünk mind a Fantasy hegyre. Szuper, de hogyan találjuk meg a kaput? Ó, pillanat, és én is megyek. El kell tennem a cuccaimat. Megvannak a szívek! Tűzkapu, buborékszökőkút! Vigyél át a Fantasy hegyhez! Giginek igaza volt, tényleg létezik. Oda néz. Láttad? Ó, mint a gyémánt. Sziasztok, örülünk, hogy jöttetek. Ő láthatatlan. Ő száll. Köszönöm, hogy vigyáztál rám. Fantasy hegy! Érkezem! Gyerünk kempingezni! Itt az ideje egy teapartinak. Ki
Készen vagytok már a sütikkel? Az utolsók még sülnek. Pár perc és kész. Penny imádni fogja az újtás készletemet. Ugyanilyen gyönyörű. Ha? Itt vagyok. Gigi, itt van. Gyere! De mi most akar? Gyorsan! Menjünk kempingezni! Találtam egy szuper helyet tele szederrel. Yeah! Szuper! Induljunk! Most mi lesz a te a partimmal? Cutie, vedd ki a sütiket a sütőből, mert mi megyünk kempingezni. Ígérem, hogy tetszeni fog, imádni fogod. Nem szeretnék kovodomba menni. Yeah! Hé, nem láttátok Cutie-t? Tökéletes! Rögzítettük a földbe, és kész. Te hova mész azzal a sok mindennel? Ezek a legszükségesebbek. Ezek biztos nem fognak kelleni ide. Ez az iránytű viszont nagyon hasznos. Ostobaság. Lady, Gigi! Szedtünk sok-sok szedret. Gyere, Lady, vicces lesz. Pen, merre vagy, Pen? Lady, menjünk a többiekkel. Láttad, milyen nagy? Fogadok, hogy mérgező. Így nem eszek meg semmit. Majd szóljatok, ha végeztetek. Most nem aludhatsz. A többiekkel kell maradnunk. Fontos, hogy ne váljunk szét, különben elveszítjük egymást. Ezt nem hiszem el. Lady! Lady, ne félj! Én nem féltem, csak kerestem a szedret. Mennünk kell. Nagyon sötét van. Tudom a visszautat, mert nálam van az iránytű. Bosszantó ez az iránytű. Nélküle is simán visszatalálnék. Mi volt ez? Vigyázz, Lady! Elkergettem az összeset. Wow! Hihetetlen voltál. Gyerünk a... Igen, arra? Nem, erre. Gyere! Olyan éhes vagyok. Úgy ennék Koni finom sütiből. Éhes vagyok, messze vagyunk még. Gigi! Lady! Yeah! De jó! Köszönöm neked is az iránytűdnek. Igazából nagyon féltem. Én pedig köszönöm a parfümödnek. Végül is jó kis csapat lett belőlünk, ugye? A partimat megtartjuk itt a szabadban. Csak hiányoznak a sütijeid, Koni. Igen, csak nem tudom, hogy Cutie... Na hát... Cutie, Pen, ti vagytok a legjobbak! Igen, és a szabadban lenni nagyon jó.